Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Szentendre ma adását látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. V8. Középpontban az úszás világnapja. Tourist Police. Újra fiatalok járőröznek a turistákat segítve. Múzeumok éjszakája. Külön kiadás Szentendrén. Nemzetközi víz alatti hoki bajnokság, kedvezmények, programok a Magyar Úszás Napján a Szentendrei úszodában, de a Sauna Mesterek világbajnokságának magyarországi fordulóját is városunkban rendezik meg júliusban. Néhány éves múltra nyúlik vissza a Magyar Úszás Napja, amit a Magyar Úszó Szövetség hívott életre az úszás sportág népszerűsítése érdekében. 2016-ban Szentendre is csatlakozik a kezdeményezéshez. Városunkban több naposra bővítik az eseményt, így június 17 és 19-e között várják programokkal a V8 úszodában az érdeklődőket. Hétvégén lesz a úszás világ napjai, mert ez három nap nálunk. Kezdeném inkább azzal, ami mindenkit érdekel. Pénteken és vasárnap féláron lehet bejönni hozzánk az úszómedencébe, és szombaton pedig víz alatti hoki mérkőzések lesznek. Már volt egy pár nálunk, úgyhogy úgy látszik, hogy megkedveltek minket, mi meg őket, lehet jönni nézni őket. Nézőknek kevésbé izgalmas, de azért élvezhető. Fentről szinte semmit nem látni, úgyhogy ez kifejezetten maguknak a sportolóknak egy élmény. Bemennek a vízbe, súlyokkal vannak nehezítve, és megpróbálnak a víz alatt szó szerint hokizni. Dupla nehézség, ugye, mert a víz ellenállását is le kell küzdeni. A nyár folyamára építjük ki a kifejezetten nyárra vonatkozó kedvezményes jegyrendszert. Ez vagy a jövő hét, vagy a rákövetkező hét folyamán meg fog jelenni a honlapunkon. Ez a víz alatti hoki, ami a leginkább izgalmas lesz. A többi az pedig a kedvezményekben merül ki. A Szentendrei úszodában idén is elindult az elmúlt években sikeres mozi a tetőn sorozat. A mozgást és a stresszoldó gyakorlatokat kedvelőknek újdonsággal is szolgálnak a szervezők, elindult többek között a jóga a tetőn program is, ami már most sok látogatót vonz. Nyári táborozunk rengeteget, nagyon jó programokkal, szintén a honlapunkon fönt van, egész nyáron lehet válogatni. Egyértelmű, hogy az úszás van a központban, de mindenféle kiegészítő tevékenységek is lesznek. Ijászlovaglás, nyári nyelvi tábor, képzőművészet, és még sorolhatnám filmekkel természetesen. Fönt vannak a filmek a honlapunkon, érdemes nézni. Szerintünk jó filmek. És az az élmény, amit ott fönt a terasz tud adni, azt hiszem, hogy kevés helyen adatik meg itt Szentendrén. Különleges eseménynek ad otthont júliusban a Szentendrei úszoda, a Sauna Mesterek világbajnokságának magyarországi fordulóját és az azt megelőző kvalifikációt is nálunk rendezik. Kicsit hadd dicsekedjek, sauna. Most június 30-án lesz nálunk egy előválogató, mert hogy viszont július 14-től 17-ig Magyarországon először a Sauna Világbajnokságnak itt lesz nálunk a válogató fordulója. Ilyen még nem volt, reméljük, hogy lesz, és sok, ez egy nagy esemény. Mindenről tájékoztatunk természetesen, a másik pedig az, hogy ez látogatható. Tehát aki kíváncsi Magyarország legjobb sauna mestereire, el tud jönni ezekre a programokra, meg tudja nézni, nemzetközi zsűri fog minősíteni, eléggé nagy falat, egész Magyarországról. Most már második alkalommal rendeztük meg a Magyar Sauna Mesterek találkozóját, próbáljuk összefogni a magyar sauna kultúrát, közösség. Úgy éreztük, hogy nem lenne tisztességes. Ez a hazai pálya, valahogy mindig onnan fúj a szél, úgy döntöttünk, hogy mi adunk otthont ennek, és nem is próbálkozunk meg a kvalifikációval. Nagyon próbálkozunk azzal, hogy a napozó teraszunkra, ami kint hátul van, egy ilyen kis kert, ahol tényleg napozni lehetne nyitott helyen, oda szeretnénk felállítani egy medencét,
hogy a szülők ne kelljen, hogy mindig beszaladgáljanak a gyerekekkel magába az úszodába. Nem olyan egyszerű. Olyan engedélyekhez van kötve, mint hogyha egy új úszodát építenénk szinte. Úgyhogy küzdünk vele, de nagyon-nagyon rajta vagyunk. Lesz egy leállásunk karbantartás miatt. Úgy néz ki, hogy augusztus 8-ától, körülbelül augusztus 20-valahanyadikáig sok mindent meg akarunk csinálni, és az új szezonban újult ilyen összképpel indulni. Az úszoda egész nyáron színes programokkal, kedvezményekkel várja hűsölni, sportolni vágyó látogatóit. Azt azonban érdemes előre betervezni, hogy augusztus 8 és 20-a között az éves karbantartás idejére bezárja kapuit, hogy szeptembertől megújult környezetben kezdhessenek neki a következő évadnak az úszoda látogatói. Évek óta sikeres Szentendrén a Turist Police kezdeményezés, amikor fiatal középiskolások segítik a városunkba látogató turistákat útbaigazításaikkal. A Szentendrei Rendőrkapitányság kezdeményezte a Turist Police programot még 2013-ban. A résztvevő diákok, amellett, hogy információkat nyújtanak, bűnmegelőzési feladatot is végeznek. Ez azt jelenti, hogy többi között figyelmeztetik az embereket, ha például a parkolás után értékes dolgot hagynak szem előtt az autóban. A jelentkezők felkészítő oktatáson vesznek részt, ahol a szentendrei látnivalók és programok mellett a rendőrség és a mentőszolgálat is hasznos tudnivalókat oszt meg a fiatalokkal. A közösségi szolgálatra az iskolákban lehet jelentkezni június 30-áig. A szolgálatot július 8 és augusztus 28-a között látják el meghatározott napokon a diákok. Igazi érdekességeket tartogat az idei múzeumok éjszakája, szentendrei fordulója június 25-én, amikor 6 helyszínen várják a látogatókat minden korosztályból a szervezők. Idén újdonság, hogy a program előtt 2000 meglepetést osztanak szét a Ferenci Múzeumi Centrum munkatársai a helyi lakosok között. 8 óra, amikor minden a művészetek körül forog a festők városában. Június 25-én este 6 órakor kezdődnek a múzeumok éjszakájának szentendrei rendezvényei. Lesz mesesarok, formabontó és szubjektív tárlatvezetés, valamint koncertek, animációs filmek, múzeumi játékok, trubadúrok, várostörténeti séta, könyvbemutató, kortárs tánc, mindez egyetlen estén Szentendrén. A múzeumok éjszakája itt Szentendrén, ez már egy sokadik alkalommal megrendezett rendezvény, egy országos rendezvény, amelyhez idén is szeretne Szentendre kapcsolódni. Nagyon fontos, hogy egy picit hirdessük az új arculatunkat, az új igazgatónkat, az új nevünket, és egy kicsit a megújult szellemiségét a múzeumnak. 6 helyszínen terveztük, ami azt jelenti, hogy a Művészetmalomban is lesznek programok egészen éjfélig, a Pajor Kúria épületében is lesznek programok, koncertek, múzeumpedagógia lesz minden helyszínen, itt a főtéren, a Sióta kiállításban, illetve a Kmetti Múzeumban, a Czóbel Múzeumban is tervezünk programokat, tehát igyekszünk a kicsiknek, az idősebbeknek, a felnőtteknek, a családosoknak, a magányosoknak, mindenki számára programokat biztosítani, olyan programokat, amelyeket sokszor csak Budapesten lehet megtalálni. Eljön például a Prezi társalapítója, Somlai Fischer Ádám, a Duma Színháznak az egyik tagja fogja értékelni a szentendrei gyűjteményben megtalálható képeket, ami gyűjteményünk darabjait, és hát tudósok koncert lesz természetesen. Igyekeztünk a kiállításokhoz kapcsolódó programokat megtalálni, tehát például az éppen aktuális Lóis Viktor kiállításhoz természetesen Tundra Voice koncertet kapcsolunk, úgyhogy igyekeztünk olyan sokszínű és szerteágazó és érdekes, izgalmas, ugyanakkor azért a könnyed szórakozást kiszolgáló programokat összeállítani, programsorozatot összeállítani, amely remélhetőleg nagyon sokak számára lesz ez most nagyon érdekes, és ami idén
újdonság és különlegesség, hogy a Szentendrei önkormányzattal karöltve a Ferenci Múzeumi Centrum 2000 karszalagot osztogat szét ingyen. Természetesen iskoláknak is, közintézményeknek is adunk ezekből a karszalagokból, de pontosan ezt a célt szolgálja most ez a dobolás is, hogy mindenki regisztráció ellenében átvehet tőlünk egy ingyenes karszalagot, és mindenkit szeretettel várunk a múzeumok éjszakáján, június 25-én. A programok idején a múzeumok egy része meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat június 25-én 18 és 26-án éjjel 1 óra között. Reményeink szerint hajnali egyik leszünk nyitva. Most nem merek arról nyilatkozni, hogy minden múzeumunk-e, de például Church Rumen István, aki középkori zenékkel foglalkozik, illetve egy középkori második András korához illő francia slágereket, korabeli slágereket fölvonultató koncertje. Ez például 12 órakor, éjfélkor kezdődik, tehát egész biztos, hogy a Pajor Kúria épülete az hajnal egyig nyitva lesz. A Művészetmalomban is tervezünk egy gyermekkönyvbemutatót, a Cerka Bella fog hozzánk eljönni és könyvbemutatót tartani. A Czóbel Múzeumban, hogyha minden igaz, márai naplóiból lesz egy bemutatás, a legfrissebb megjelent 74-76-os naplójából lesz egy bemutatás. Illetve hát itt is tervezünk a főtéren egy mesés programot, a Művészetmalomban Hámori Gabrielra fog mesés programot tartani, itt a főtéren pedig egy közösségi történetírás fog zajlani, papírtekercsekre írhat le mindenki történeteket, egyéni szösszeneteket, ha lehet így fogalmazni, és ezeket aztán végén összesítjük, és egy közösségi történetírás, olvasás történik majd itt a főtéren. A múzeumok éjszakájának szentendrei fordulóját egy különleges eseménnyel indították a szervezők, így június 14-én a főtéren egy dobolással indult az esemény népszerűsítése. Főtérről indulunk, 17:30-kor terveztük az indulást, elmegyünk a Lázár cár térig, a Lázár cár térről lefordulunk a Dunapartra, a Dunaparton visszafelé indulunk Budapest irányába, Péter Pál utcánál feljövünk a Dunkcsakorzóra, a Dunkcsakorzó és Kossuth Lajos útvonalat érintve pedig elmegyünk a Hévig, utána ezt visszafelé megismételjük ezt az útvonalat, és osztogatjuk a karszalagokat természetesen. Kidobolást már nem terveztünk többet, hiszen hát másfél hét múlva már itt van maga az esemény, de mindenféle úton, módon igyekszünk terjeszteni a programokkal, fölhívni különösen Szentendre figyelmét, a szentendrei lakosok figyelmét ezekre a programokra, mert ugye elsősorban rájuk számítunk természetesen, úgyhogy a SZEVI-ben is a következő szám az alapvetően egy múzeumok éjszakájás szám lesz. Regisztrálni a múzeumokban is lehet, itt a menet közben is lehet, és gyakorlatilag Szentendrén minden olyan jelentősebb közösségi állomáson, ponton, ahol sok ember megfordul, például a V8 uszodában, vagy például a könyvtárban, az önkormányzaton, itt nálunk a múzeumok portájánál, nagyon sok felé, zeneiskolában. A kiállító helyek közül június 25-én éjjel 1 óráig várja a látogatókat, többi között a Művészetmalom, a Barcsai Gyűjtemény és a Képtár is. Még végig böngészni is nehéz a Ferenci Múzeumi Centrum által kínált programokat. Aki minél több eseménye szeretne részt venni, gyorsan kell majd kapkodnia a lábát a múzeumok éjszakáján a helyszínek között. A Szentendre ma adását látták. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!